Államelnököt választ Románia. A külföldön élő román állampolgárokkal együtt csak nem 19 millió szavazó polgárt várnak az urnákhoz. Az eddigi adatok szerint a magyar lakta térségekben elmarad a részvétel az országos átlagtól. A voksolás helyi idő szerint este 9 óráig tart. Legyen nagyobb tisztelet az állam részéről a polgárok iránt, a magyar közösség iránt. Bizalom és kölcsönös tisztelet a magyarok és románok között. Erre adta le voksát Kelemen Hunor, az RMDS államelnök jelöltje, aki szülőfalujában a székelyföldi Csíkkarcs falván járult az urnához. A szavazást követően arról is beszélt, hogy szerintem magas lesz a részvételi arány, és ezért is fontos, hogy minden szavazásra jogosult romániai magyar állampolgár vegyen részt a választáson, hiszen ez a közösség erejét is bizonyítja. Ma arra szavaztam, hogy a következő években, a következő évtizedekben legyen nagyobb tisztelet az állam részéről a polgárok iránt, nagyobb tisztelet a magyarok és a románok között, legyen bizalom és kevesebb előítélet, hogy ezt az országot tudjuk jobb országá tenni. Azért szavaztam ma, hogy egy erős közösségnek az erejét mutassuk fel, ez nem csak a jelöltekről szól, hanem a közösségről is. Arra biztatok mindenkit, hogy ne üljön otthon, menjen szavazni, magas részvétel lesz.